fellépők mindegyike Balázs Árpád egy-egy darabját adta elő. A mai is aktív szerző szinte minden zenei műfajban alkotott, a kórusművektől kezdve a nagy zenekari darabokig. Balázs Árpád a magas kora ellenére ma is aktív. Nemrég fejezett be egy hatalmas művet, ebből nagy lemez készül. A zeneszerző október 1-én a Zenei Világnapon született. Yehudi Menuhin tréfálkozott annak idején, mi együtt üldögélünk a zenei, üldögéltünk Svájcban a zenei tanácsba, és ugratott engem, hogy a Zenei Világnapot az én születésnapomról nevezték el. És volt még egy valaki, aki ezen a napon ünnepelt, az Bárdos Lajos Drága tanárom volt a Zeneakadémián, és egyszer Bárdos megszólalt, azt mondja, te Árpád, én megnéztem az életrajzodat, mi születésnapi társbérletben vagyunk. Balázs Árpád aktív közéleti tevékenységet is végez, többek közt Vonyarcvashegy díszpolgára. A helyi iskolában tantermet neveztek el róla, az ott kiállított tárgyak közt vannak eredeti kéziratok és egy zongora, melyen számos híres művet komponált. Nagyon kevés iskola büszkélkedhet ötvös indulóval, olyan indulóval, ami az iskolának a vezén dala. Köszönhetjük ezt is Balázs Árpád művésznek, aki 75. születésnapján ő hozott ajándékot nekünk, és írt egy csodálatos indulót. A gála koncerten csupa olyan fellépő szerepelt, akik szorosan kötődnek a művészhez. Balázs Árpád keszthelyi, vonyarcvashegyi és hévízi iskolákat, együtteseket is segít szakmai tanácsaival. Én nagy rajongója vagyok természetesen, legtöbb darabját már eljátszottuk a fúvószenekarra, talán a négy kép és az előjáték a személyes kedvencem, de vezénylés technikailag ez a rapszódia is nagyon tetszik. Balázs Árpád nagyon romantikus stílusú szerző, minden darabjára jellemző az érzelemgazdagság, művészete a felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt kedvence.